Sziasztok, Dáj vagyok, és a mai videóban egy rövid élménybeszámolót fogtok hallani a kezdőnap kampányjal kapcsolatban. Nagyon röviden magáról a kampányról, ez három szervezet által közös erőfeszítéssel létrehozott eseménysorozat, aminek a célja, hogy minél több potenciális játékosnak tudjuk megmutatni a wargame az emberül is elsősorban a Warhammer 40 megfelelő oktatókkal, instruktorokkal elmagyarázva a kis létszámban, és oly módon, hogy a játékosok konkrétan ki tudják próbálni a seregeket és magát a játékot. A kampányhoz ugyebár az LNDHQ adja úgymond a szakértőket, a seregeket, a listákat, mi készítjük elő a helyszínt és mi bonyolítjuk az eseményt. A TLK, a Telepasztal klubja adja magát a helyszínt, a tereptárgyak nagy részét, az asztalokat, a battlemeteket, azokat a kellékeket, amik a játékhoz szükségesek. A Wargame Corner, pedig egy kupon akcióval járult hozzá ehhez a kampányhoz, aminek a részleteit a leírásban megtaláljátok. A lényege az, hogy egy külön LNDHQ 01 kuponkóddal ennek a Wargame boltnak a kínálatából tudtok vásárolni, az alapkedvezményeken felül még további kedvezménnyel, illetve 1%-ot minden vásárlás értékéből a magyarországi Wargame közösség és klubok fejlesztésére fordít a Wargame Corner kampányunk egyelőre két hónapon keresztül összesen négy alkalommal várja alkalmanként maximum nyolc férőhelyjel azokat a játékosokat, akik ki szeretnék próbálni a Warhammer 40 konkrétan az asztalon, nem bámészkodóként, hanem effektíve játékosként, aki döntéseket hoz, kockákat dobál, tanulja a rendszert és kipróbálja ezt a szórakozási formát. Augusztus 11-én lezajlott a harmadik kezdő nap kampány alkalmunk is, ezúttal is teltházzal, ennek nagyon örültem. Fényképből most sajnos mindösszesen négy darab készült, és megvallom őszintén, hogy azokat sem én készítettem, hiszen most én is elsősorban, mint instruktor vettem részt az eseményen, hanem az egyik nézelődő, érdeklődő játékos, aki egyébként már nem kezdő, de ellátogatott a rendezvényre, mert kíváncsi volt, hogy hogy is zajlik. Krisztiánnak innen is nagyon köszönjük, mert legalább lett fotó, és valamit tudunk mutatni. Seregek szempontjából most három seregünk talált gazdára. A Tiranida, a Necron és az Adeptus Mechanicus. Illetve külön kérésre az egyik jelentkezőnek készítettünk egy Imperial Guard sereget, mert ő ezt szerette volna kipróbálni illetve egy másik jelentkezőnek a Dark Eldák tetszettek nagyon, és szerencsére az egyik instruktorunknak van Dark Elda gyűjteménye, így neki is fel tudtunk ajánlani egy olyan lehetőséget, hogy a játékot azzal a sereggel próbálja ki, ami neki vizuálisan is tetszik. Így aztán összességében volt kettő tiranida, egy Necron, egy edmek, egy dark eldar, egy imperial guard, egy blood angel és egy ultramarine sereg. Az első olyan alkalom volt, amikor az összes sereg, ami az asztalra került, festett volt, illetve a teltház mellett ismét voltak érdeklődők, akik csak lejöttek és megnézték, hogy hogy is zajlik a kezdőnap. Az időjárással most egy kicsit nagyobb szerencsénk volt, kevésbé volt meleg, és a résztvevők között többen is voltak, akik már másodjára látogattak el hozzánk, és vagy másik sereget próbáltak ki, vagy az előzőekben már megismert sereggel próbáltak még több tapasztalatot szerezni, ami szintén egy nagyon jó jel, hiszen a kampánynak a bemutatáson kívül az is célja, hogy lehetőleg azok a jövendőbeli wargamerek, akik ellátogatnak hozzánk, ők maradjanak is a hobbiban, és hamarosan, mint idézőjelben teljes értékű játékosokat üdvözölhessük őket. Összességében azt gondolom, hogy ismét nagyon jó csatákat játszottak, a résztvevők mindenki jól érezte magát, és jó volt a hangulat, mivel az egyik csata elhúzódott, ezért egészen sokáig, hogy jól emlékszem, 11 fél ott voltunk, utána még természetesen az instruktorok a szokásos kis megbeszélésüket megtartották, így aztán összefoglalva abszolút pozitívak voltak ismét a tapasztalatok. Egy alkalom van még hátra a kampányunkból, augusztus 25-e szerda, és mivel jelenleg mindösszesen kettő játékos van, aki erre jelentkezett, instruktorból viszont tülekedés, úgyhogy öt instruktorunk is van, ezért úgy döntöttünk, hogy mindenféle eddigi megszorítást azzal kapcsolatban, hogy ki hány alkalomra látogathat elfeloldunk, és bárki, aki eddig akárhány kezdőnapon részt vett, az ellátogathat az utolsó alkalomra, hiszen még hat helyen rendelkezünk, és instruktorunk is van bőven. Úgyhogy ha van kedvetek, nem késő jelentkezni még jövő hétszerdáig. És ezt most már akár úgy is megtehetitek, hogy mondjuk már két alkalmon voltatok, csak szeretnétek esetleg még egy gyakorló csatát. Úgyhogy gyertek nyugodtan, jelentkezzetek bátran, remélem, hogy az utolsó negyedik alkalommal is fogunk tudni találkozni, negyedik alkalom után ki fogjuk értékelni a kampányunkat, és hogyha ti szeretnétek, akkor hasonló kampányokat meg fogunk próbálni szervezni a jövőben is, erre már van is kezdeményezés, már beszélgettem néhány instruktorral, akik szívesen ajánlanának fel esetleg sereget, hogy ne csak ugyanezekkel a seregekkel vagy más seregekkel tudjatok találkozni egy esetleges újabb kampány keretei közt, de ez még a jövő zenéje. Egyelőre köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!